Miller dolgozott, erre meg teszel egy kis zöldet, mint hogy eltapad a drót végét, egy kis termés. Kapják a jobbnál jobb ötleteket, instrukciókat a tolnai anyukák és csemetéig annak érdekében, hogy a lehető legkreatívabb adventi koszorú készüljenek a tolnai magházban tartott kézműves foglalkozáson. Itt elsősorban a természetes alapanyagok domináltak, de azért a csillogó díszek is helyet kaptak a termések és faágak mellett az asztalokon. A gyerekek természetesen a Gipsz Mikulás kifestésével kezdték a munkát. Egy Mikulást. Mikulás? Na, és miket, milyen színeket használsz hozzá? Barnát, pirosat és zöldet és kéket. A kicsik azt is elárulták, hogyan készülnek az ünnepekre. Én szoktam rajzolni. Anyukád? Anya sütit sütni. És felszoktatok valamit díszíteni? Az ajtót. Az ajtót meg a karácsonyfát. Karácsony? Meg az asztalt is. Asztalt mivel szoktátok? Gyertyákkal. A kertés családban is nagy jelentősége van a karácsonyi készülődésnek. Már november végén elkezdik a díszek készítését. A kézműves foglalkozáson is mindenbe belekóstoltak. Festettek Mikulást, gipszből készült képet, és készítettek koszorút is. Minden egyes ünnepi készülődésen nagy hangsúlyt fektetünk, úgyhogy folyamatosan nézzük az eseményeket, hogy éppen milyen aktuális lehetőségeink vannak, és amikor tudunk, akkor eljövünk természetesen, hogy ezzel is kellően hangolódjunk az ünnepre. A gyerekek és szüleik élvezettel festettek, ragasztottak, díszítettek, és nem csak a karácsonyra való ráhangolódás miatt szórakoztak kiválóan a kézműves foglalkozáson. Legalábbis ezt mondja Lados Noémi, aki 5 és 10 éves gyermekeivel érkezett a foglalkozásra. Mindenképpen kreatív dolog, és tehát együtt vagyunk. Jó, hogy együtt vagyunk. Maguk a gyerekekkel, vagy a közösséggel? A közösség is, meg a gyerkőcök. Hogyan szoktak készülni a karácsonyra? Hú, hát hosszadalmasan. Süteményt sütünk, közösen főzünk, lakást feldíszítjük, ajándékokat vásárolunk, vagy saját kezüleg készítünk. Itt lehet ugye ilyen kerámia, nem tudom, fali díszeket csinálni, asztali díszeket, koszorút. Ez egy adventi, mindig adventtel kezdünk a készületeket, ilyenkor kicsit már hangolódunk karácsonyra, adventi koszorút ugye jövő héten már meggyújtjuk, asztaldíszt csinálunk, mindenféle ajtókoszorúra, de már egy kicsit mindenféle dekorációt, és december 14-én lesz egy karácsonyi kézműves, akkor inkább ajándéktárgyakat készítünk, ugye próbáljuk a gyerekeket ráhangolni erre a saját készítés ajándék, meg a szülőket is ebbe az irányba terelni. Hoztunk különböző alapot, hoztunk szalmakarikákat, azokat általában betekerjük élő zölddel, tujával, fenyővel, mindenféle örökzöldekkel, de ugye a kislányok szeretik az unikornisos koszorúkat, a mindenféle csillagot, lehet szörmét rátenni, különböző szallagokat. Tulajdonképpen mi csak meghatározunk egy vonalat, hozunk rengeteg terméseket, viszeket, és rájuk bízzuk általában, mert nagyon kreatívan dolgoznak a legkisebbek is. A Tolnai Városi Könyvtár meghívására érkeztünk mi, egy ilyen kis adventi készülődés zajlik éppen, ráhangolódás a karácsonyra, készülődés, adventi koszorúkat lehet készíteni, anyukák így inkább különvonulva tudnak dolgozni egy picit, a gyerekekkel is hoztunk külön munkákat, amivel ők tudnak így festegetni, Mikulásváros gipszeket készítenek, és akkor így egy kicsit talán elcsendesedve, meg zajongva készülődnek az ünnepre. Advent első vasárnapja mindig november 27-e és december 3-a közé esik. Ez a nap nem csak az adventi időszak kezdetét jelenti, hanem a keresztény egyházi év és a karácsonyi ünnepkör kezdetét is. Idén december 1-ére esik ezen periódus kezdete.